Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, már sok mindent beállítottunk a KDN. A következő beállítás van a hardvert érinti, illetve hát igazából azt kell mondanom, a hardver egy részét érinti, amiket itt be tudunk hálogatni, figyeljünk arra, hogy bár itt is be tudsz egy csomó mindent állítani, de sok esetben előfordulhat, hogy a billentyűzetegér egyéb vezérlés máshonnan is történet, tehát mind az én egeremnek van egy konfigurációs állománya, amiben bővebben be tudom állogatni a segédgombokat, egyéb gombokat, mint ahogy itt. Tehát nem 1-2-3-4 gomb ilyen-olyan lehetőségét, hanem az összeset a saját programjába be tudok állítani. Figyeljünk rá, a kettő jó lenne, ha nem ütné egymást, jó? Tehát azért gondoljuk át, hogy mit állítunk, hol állítunk, és ahol beállítjuk, ott legyen beállítva, a másikat nem kéne valami ellenkező irányú gondolatra állítani, tehát jobbkezes itt beállítva, a programjába balkezesnek van beállítva az egér, tehát így logikus, azt hiszem az elgondolás, ne legyen ütköző beállítások. Hát az egeret emlegettem, de ennek örömére kezdjük a billentyűzettel. A billentyűzet beállítása pofon egyszerű. Gyakorlatilag alapértelmezett billentyűzetet beállítottad, amikor telepítettél. A többi általában normál esetben megfelel neked, kivéve akkor, amikor nem. Na hát mikor nem felel meg? A numlokkot, tehát a numerikus pad kibekapcsolását, a számbillentyű kibekapcsolását bizony beállíthatod, hogy be legyen állítva induláskor, vagy ki legyen kapcsolva, vagy ne változzon, tehát az előző megmaradjon, azt választod, amit te szeretnél. Ha egy billentyűt lenyomtak, a billentyű ismétlése legyen, vagy ne tegyen semmit. Tehát lenyomod az A billentyűt, és utána kírja neked szépen, hogy A. Hogyha ne tegyen semmit, akkor nyilvánvalóan lenyomod az A billentyűt, egyszer lesz egy A betű, és utána semmi. Gyakorlatilag ennyi az ismétlődés kezdete ennyi másodperc lenyomása után, 600 millisekundum lenyomva tartás után kezdi el ismételni, illetve az ismétlési sebességet fogja megadni. Gyakorlatilag 1 szekundum alatt 25 A betűt le tudnék én ebben írni, hogyha 600 millisekundum, és még utána 1 szekundumig lenyomva tartom. Beállíthatod igazából normál használatnál, aki nem a billentyűvel él, és azt nyomkodja folyamatosan, villámgyorsan géppel, és lenyomva tartja sokáig, ismétlési időket be kell állítani. Ő neki hozzá se kell nyúlni, és itt van egy kis tesztelési lehetőség, és értelemszerűen alkalmazás. Kiosztások, itt be tudod adni váltási szabály, tehát hogyha váltasz a billentyű kiosztás között, nekem magyar és angol van, ez az általánosan elfogadott, akkor az globális legyen, azaz az összes programra, ha átváltok jelen pillanatban angolra, akkor minden programra angolra váltson, vagy az asztalon lévő programra, tehát az egyes asztalon lévő programok angolul, a kettes, az alapértelmezett magyarul fogadják a leütéseimet, vagy az alkalmazás adott programra, vagy az adott ablakra vonatkozzon ez a váltás. Tehát, hogyha az alkalmazás mondjuk írás közben átváltok, mondjuk angol billentyű kiosztása, akkor azon alkalmazásban éppen angol lesz, a mellette lévő egyéb mondjuk fájkezelőben már magyar billentyű kiosztás lesz. Hú, ez jó bonyolultan elmondtam, gyakorlatilag én életemben ezt a lehetőséget el nem állítottam a globálisról, hiszen hogyha én angol billentyűre akarok átváltani, tudjátok, akkor amikor sok fura karaktert kell írni, mondjuk egy scriptbe meg egyébbe, akkor érdemes átváltani angolra, mert talán könnyebben megtalálja az ember az adott furább karaktereket azon, akkor váltódjon át mindennél, és aztán amikor befejezem, visszaállítom magyarra. A gyors billentyű kiosztás váltáshoz beállíthatod. Én alapértelmezetben a Ctrl-Alt-K használom, ez egy olyan, amit nem szoktam nyomogatni. Tehát ez olyan, amit véletlenül sem szoktam megnyomni, de jegyezzétek meg, jó? Mert esetleg, hogyha váltasz billentyűzetet, és itt ki is jelzi egyébként, mert úgy van beállítva a panelom,
akkor azért vissza tud váltani, ne szentségei azon, hogy a francban most valami fura történt, az I betű helyett éppen más karakter lett, a Z meg Y lett, és a kettős pont meg megint nem kettős pont, hanem valami egyéb karakter. Oké, erre nagyon figyelj, gyakorlatilag ezt tudod itt beállítani, a billentyűváltást. Többet hozzá tudsz adni egyébként, gyakorlatilag hozzá tudsz adni akármennyit is, és azok között váltani. Én úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan én oroszt nem teszek ide bele, mert soha nem gépelek oroszul. Egyértelmű angol megfelel ahhoz, hogy fura kiosztás, nekem fura kiosztást kapjak, a másik pedig a magyar, ami magyar, ennyi. Lehet bármennyit hozzáadni, eltávolítani, és egymás között fölle mozgatni. Az első lesz az alapértelmezett kiosztásod. Oké, ennyi, túl is beszéltük. Speciális. A speciálisnál vegyük észre, hogy nem automatikusan kapod meg a beállítási lehetőségeket, hanem rá kell bökni. Ha te nem tudod, hogy milyen speciális beállításra van szükséged, tehát negyedik, ötödik szintű billentyű kiosztásra nincs szükséged, akkor ne piszkáld, ha nincs ezeknek a váltására, beállítására, egyébre szükséged, ne piszkáld. Alapértelmezetten a három szintet meg tudod kapni. Első szint a kisbetű, második szint a shift, a harmadik szint váltására az alt-grün, tehát a jobb oldali alt billentyű szokott beállítva lenni. Hogyha ezen túl még szeretnél váltani, és vannak olyan speckó feladatok, amihez kell, itt tudod beállítani még a többit is. Esperanto, a control, a caps lock viselkedése is egyéb. Azokat tudod te itt állogatni, ha nem értesz hozzá, ne nyújj hozzá. Értelemszerűen a kontroll helyzete, a caps lock működése is egyéb. Az még ugye elfér a dolgokba, a számbillentyűzet törlési parancsa, tehát az ottani delete hogyan viselkedjen, az is elfér a dolgokba, hogy esetleg hozzá kell nyúlni, de a többivel csak óvatosan, mert nagyon bele lehet keveredni. Nézzük is meg a caps lock viselkedése. Caps lock legyen egyben kontroll is. A caps lock letiltása, na hát ezt én le is tiltottam itt, miért? Mert állandóan menet közben rászoktam ütni, aztán nagy betűs lesz, és nem tudom, hogy a gyors billentyűim, amit mondjuk videóvágom meg egyébnél, hamar nem derül ki, igaz? Már nyomom például a törlési X-et, és hát bizony nem akar törölni, nem töröl, ütöm az X-et, mert a kis X a törlés, és aztán kiderül, hogy a caps lock be van kapcsolva, aztán hát bizony nagy X-nek érzékeli. Tehát ilyen finomításokat meg lehet tenni, van is bent ráció, meg azért sok-sok-sok-sok lehetőség van, át kell olvasni, az a jó benne, hogy normálisan le van írva, hogy mit változtatsz, és azokat meg tudod változtatni, de azért előtte gondold át, utána változtass, próbáld ki, és azt az egyet változtass meg, amit kitaláltál, próbáld ki, és ha jó, akkor maradjon, ha nem, akkor villámgyorsan vissza kell jönni és visszaállítani. Miért? Miért fontos ez? Azért, mert mi a billentyűvel dolgozunk, és ha a billentyű nem azt a parancsot küldi el a gépnek, akár írd le az a betűt, vagy akár, ahogy előbb emlegettem, az X a kicsi X-re, vág ki azt az adott részt, vagy vágd el a videónak azt a részét, akkor az bosszantó. Hogyha nem úgy működik, vagy például sokat ész nagybetűvel, és ilyen beállításokat szeretnél tenni, hogy a caps lock letiltva, akkor azért kényelmetlen lehet, ütlegelheted a caps lock billentyűt, nem fog működni. És át kell gondolni, és végig menni rajta. Logikusan nem fogom az összeset végig nézegetni. Japán billentyűzet beállítása, koreai billentyűzet beállítása, hát nem nagyon érdekel az engemet, hanem ez az egy, amit itt hirtelen kitaláltam, és el is fogadtattam, és utána már ki fogom próbálni, és hogyha a caps lock lenyomása után bizony-bizony előfordul az, hogy lenyomom a caps lockot, és le van nyomva, és mégis megint lenyomom, és mégis kisbetűket ír. Jól tettük? Igen, jól tettem, azt a feladatot látja el ez a változtatás, amit én el akartam érni, hát így menet közben ezt is megtettem. Következő gondolat, egér. Az egér beállítása egy fontos esemény. Gyakorlatilag nem sok mindent tudsz beállítani. Persze, 2-3 gomb, 4-5 gomb, jobbkezes, balkezes legyen, nem egy
agysebészet, meg nem sok lehetőség van, de hogyha van lehetőséget arra, hogy az egeredhez, mint egy nagyon fontos grafikus mutató eszközhöz, te saját programot, saját beállító, akár terminálós, akár grafikus programot használj, akkor használd azt, hogy az összes lehetőséget, amit megvásároltál, ki tud használni. Oké, jobbkezes, balkezes beállítás, értelemszerűen én jobbkezes vagyok, hát bizony a jobbkezesen hagyom, ha pedig balkezes lesz, akkor értelemszerűen a két gomb felcserélődik, hogy a balkezesek is tudják használni. Logikusan feltételezhető, hogy a jobb kézhez ergonomikusan kialakított egér nem feltétlenül fog jó lenni egy balkezesnek, erre azért vételkor érdemes figyelni. A fordított görgetés ne föl le görgesen, hanem le föl görgesen a görgető gomb, hát odaállítod, ahogy kell. Engem az alap értelmezett jól kiszolgál, a fordított beállítás pedig erősen irritál. Tehát el kell dönteni, hogy neked mi a jó speciális beállítások, egérmutató gyorsítása. Hozzáteszem, megint arra térek ki, hogy oké, itt van egér gyorsítás, sebesség, egyéb felbontások beállítása. Én jobban szeretem ezt a saját programjába, terminálba, szövegfájba beirogatva megtenni, mert ott azért finomabbá tudom tenni, tehát az egérmutató gyorsítási küszöbérték, mennyi az az elmozdulás, amitől már ő gyorsul, dupla kattintás időköze, na hát erre azért érdemes figyelni, jó? Tehát ezt azért gondold át, hogyha a dupla kattogtatás neked lassú vagy gyors, tehát úgy érzed, hogy hiába kattintották kétszer és nem történik semmi, itt azért ezeket az értékeket bizony egy kicsit átállíthatod, húzási minimális idő, húzási minimális távolság, tehát hogy mitől kezdve érezze azt, hogy te húzni akarsz ezen a ablakon, itt beállíthatod, elmozdulási tényezője 3 sor, tehát görgetsz, 3 sort mozduljon, 10 sort mozduljon, 1 sort mozduljon, beállíthatod. Bár az van ideírva, hogy speciális, de szerintem ezek egy normális beállítási dolgok, ha nincs vele gond, a kattogtatás, görgetés jól működik, olyan sebességgel működik, úgy működik, ahogy neked kell, akkor nem kell hozzányúlni. Ha pedig valami kényelmetlenséget érzel, akkor ezt valóban ki kell kísérletezni. Érdemes fölírni az alapértékeket, és utána egy picit följebb, lejjebb védve, ahogy kell, be lehet állítani az egered. A következő beállítást már ismeritek, a billentyűzet navigáció. Egérmutató mozgatható legyen a numerikus billentyűkkel is. Tehát ezt be lehet állítani, hogyha éppen neked az egeret nem akarod használni, nem tudod használni, vagy fizikai oka van, hogy nincs mondjuk egered, így értem, akkor természetesen a numerikus paddal is tudod mozgatni az egeret. Iszonyat kényelmetlen, iszonyat bénának érzem, mert nem ahhoz szoktam. Gyakorlatilag én már évek óta egyforma egeret, egyforma kialakítású egeret használok, egyforma méretű egeret használok, egyforma beállítással, odáig piszkálom az új egérnek a beállítását, amíg olyan nem lesz, amilyenre nekem kell, és így bizony ez a numerikus paddal való ide-oda egér mozdulat nem annyira áll a kezemre, de lehetnek olyan élethelyzetek, amikor használni kell, és itt tudod beállítani. A következő gondolat a játékvezérlő, nincs ilyenem, nem tudom megmutatni, érintőtábla, nincs ilyenem, és bizony ezt se tudom bemutatni. Logikus, hogyha van, akkor még jelennek a beállítási lehetőségek, legalábbis így gondolom, és utána tudod ezt használni. Kijelző, monitor. Na hát a kijelző monitor beállítása összetett. Azaz általában az a kijelző monitor beállítás, tehát a monitorod beállítása sok helyen, hogy jobb vagy bal oldalt legyen a második monitor, ha van, meg mennyi a felbontás, ezt felejtsd el. A monitorod nagyon jó eszköz, és érdemes pontosan végigmenni minden beállításon. Hozzáteszem, 5.25.5-ösön vagyunk jelen pillanatban, a újabb, a 26-oson már több beállítási lehetőség is van egyes dolgoknál. Hát menjünk is rajta végig, gyakorlatilag mindenki ismer minden lépést, de én úgy gondolom, hogy érdemes végignézni. Van két monitor van bekapcsolva, mindegyik fekvő állapotban van, és ilyen elrendezéssel, és tudod mozgatni
amit megfogsz, ad körülbelül olyan helyzetbe rakod, ahogy van. Ez nagyon fontos, mert hogyha én ide lehúzom ezt a monitort, és itt akarom majd áthúzni az egeret, akkor neki megy a szélének, és csak itt tudom áthúzni. Az azért jobb, hogyha az ember valóban olyan dimenzióba helyezi el ezeket a téglalapokat, amelyben bizony a monitorjai is ott vannak. Oké? Tehát azért ez egy pontosító, kényelmes dolog. Szuper! Ilyenről már volt szó, az Arandr nevű kis programocska, ami sokkal kevesebbet tud, mint ez. Bizony, ugyanígy működik. Oda tologatja az ember, úgy cserélgeti fel a monitorokat, ahogy akarja, és oda rakosgatja, ahova akarja. Oké, tehát szépen beállítjuk. Fontos, fontos. Ezért mondtam, hogy nem csak a felbontás meg jobbra-balra van, hanem azért itt a dimenzió elhelyezés azért nagyon-nagyon kényelmetlenné tudja tenni, ha rosszul van bekonfigurálva a rendszer, mert ez szerint fogja az egérmozgatást, a pixeleket kirajzolni a saját kis agyába, és ahol nincs átmenet mondjuk így a két monitor között, akkor értelemszerűen nem fogja tudni ott átvinni a másik monitorra, mert úgy érzi, hogy ott vége, ott a kávája, lejjebb-följebb kell mozgatni az egeret, iszonyat idegesítő tud lenni. Azonosítás, hát azt hiszem az azonosítást nem kell bemutatni, láttátok, hogy mi történt, kérje, hogy melyik monitornak mi a neve, ő egy tévé, ő pedig egy monitor egyébként. Az eszközöket külön beállíthatod, engedélyezheted, elsődlegessé teheted, elsődleges monitorom ez, és engedélyezve van, logikus, hiszen látjátok, a másik is engedélyezve van, nyilvánvalóan egy darab elsődleges lehet. Az elsődleges monitornak van szerepe, tehát ez nem egy rangsor, hogy ez a jobb, ez a szebb, hanem az az elsődleges monitor, amire te rábögsz, hogy ő az elsődleges monitor, és hogyha egy program megkérdezi, hogy hova rakjam ki magamat, elsődleges monitorra, vagy az egyesre, kettesre, akkor rábögsz, hogy az elsődlegesre, és akkor már nem azt mondod, hogy A vagy B, 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös monitorra, hanem az elsődlegesre tegye ki magát. Nem jelent egyébként semmi rangsort, hogy elsődleges, ez csak egy megnevezés az adott monitornak. Egy lehet a felbontás. A felbontásnál egyetlen egy dologra kell odafigyelni. Ha neked normál monitorod van, használd a maximális beállított felbontással. Ez a legjobb a monitornak is, és a szemednek is, de azon kívül rengeteg félét be is állíthatsz. Azt is nézd meg, hogy van olyan monitor, ami 16:9-es arányban vannak a pixelek, és van, ami 4:3, 5:4, 16:10. Azaz, hogyha neked, például nekem, 16:9-es a monitorom, beállítanám azt, hogy 4:3-as legyen, akkor torzulna a képem, nem kéne másfajta arányt használni, kivéve akkor, hogyha tudod, hogy mit csinálsz, nem kéne. A tájolás logikusan lehet látni, talpánál a monitorom, de el tudom forgatni két irányba 90, vagy egy irányba 180 fokba. Nekem van függőlegesebb állított monitorom is, az a harmadik monitor. Az bizony itt be lehetett állítani, hogy jobbra vagy balra lett elforgatva, és akkor szépen, függőlegesen tudtam nézni. Frissítési gyakoriság maximumra állítjuk logikusan. Logikusan a frissítési gyakoriság a maximális értékre kerül, replikája ennek, tehát másolhatja, tükrözheti egy másik monitorra, tehát hogyha azt mondom, hogy ő ennek a replikája, akkor ugyanaz a kép fog megjelenni. A következő a globális skálázás. A globális skálázás nem jelent más, mint a program ablakokat, az írásokat, képeket egy picit felnagyítja, tehát egy picit nagyobb képet fogsz kapni, nem a monitorod lesz nagyobb, hanem a vetített képed lesz nagyobb. 6,25%-os lépcsőkben érdemes ezt használni. Nézzük is meg miért, hát ezt én is innéd olvastam ki, hogy 6,25-ös a normál léptetés, bizony 106,25-ös nagyítás mellett kírja, hogy a globális skálázási faktor csak a 6,25% többszöröse lehet, hogy ne legyenek grafikai hibák az X11-et használó alkalmazásokba.
Hogy ez miért van, nem tudom, de mivel ideírták, elfogadom, hogy nem 105-re állítom, hanem 106,25-re, vagy húzom tovább. Húzom tovább, egy picit nagyobb lesz a kép az én szememnek, kényelmesebb. A kijelző tulajdonságainak mentése bármely kijelző elrendezéshez, csak ehhez az adott kijelző elrendezéshez. Értelemszerűen én bármely kijelző elrendezéshez ezt bizony leszeretném menteni. Szuper, nagyon szuper, nincs itt semmi olyasmi, amit ne lehetne beállítani, ne lehetne egyértelművé tenni. A kompozitálás, a kompozitor beállítása, kompozitálás, bekapcsolás, induláskor, igen, szeretném használni, nem lennének effektek ennélkül, tehát szeretnéd használni. Alkalmazások blokkolhatják a kompozitálást, igen. Megmondom őszintén, én rábízom általában magamat arra, hogy nálam okosabbak készítették el az adott programot, ha neki éppen a kompozitálás ellen van valami panasza, óhaja, sóhaja, siráma, akkor már kapcsolhassa ki, nehogy probléma legyen, és utána én keresgéljem, hogy miért nem jó a kép, én kezdjek el keresgélni az interneten, hogyan lehet használni, kapcsolhassa ki, rá van bízva. A nagyítási mód pontos legyen, értelemszerűen szerintem akinek normális és jó videokártyája van, jó gépe van, a nagyítás legyen pontos, a késleltetés, egyensúly a késleltetés és a simaság simítás között. Különböző beállítások vannak, hogyha éppen húzáskor, mozgatáskor, lejátszáskor probléma van, akkor itt egy picit állogatsz rajta, leföl mozgatod a kettőt, a másikat választod, alacsonyabb késleltetés előnybe, simább animációk előnybe, ezek között valamelyiket kiválasztod, ami neked jobban kell. Én ezt az egyensúlyt hagytam meg, nem volt vele gondom, bármikor át tudod állítani, hogyha például simábbá szeretnél az animációt tenni, akkor megteheted, nincs vele gondom. Szakadás megelőzése, na hát ezt mondtam én, hogyha ilyen töredékes lesz a videó lejátszás, úgy mintha egy picit késne a kép egyik felé, így elcsúszna egy pillanatra, rángatozna a kép, akkor itt állogathatod a V-Sync értéket, ha pedig problémád van, állíts rajta, nem szokott probléma lenni, általában az utóbbi időben a driverek, a videokártyák már nem olyan vackak, nem kell össze-vissza állogatni mindenféle dolgot, ha kell, akkor utána olvasod. Ha ezekkel nem tudod megtenni azt, hogy jó legyen a videó lejátszásod, és rángatozik, akkor bizony utána kell olvasni. Általában egy egyszerű szövegfájt kell betenni a megfelelő helyre, megfelelő névvel, a te kártyádnak megfelelő beírogatással, és utána már eltűnik a rángatózás. Oké, volt erről szó, és szerintem ezt nagyon egyszerűen meg lehet tenni, de az utóbbi időben nem volt vele problémám. Ablakok bélyeg képének megtartása csak a megjelenített ablakokról, soha mindig döntsd el, hogy melyikkel, nem igazán érdekes. Gamma korrekció, nem piszkáljuk. Ha neked normális monitorod van, sem a szint, sem pedig a gammát nem kell piszkálni. Oké, erre nagyon figyelj. Itt azért be tudod állítani, és mozgatni tudod a színeket, mert a szürke árnyalatokat, a különböző színtereket, ha nem ismered, azért eléggé el tudod csúfítani a dolgaidat. Hozzáteszem, visszaállítasz mindent normálra, és akkor nem lesz vele gondod. Nézzük meg, a gammát elkezdem mozgatni, egyben világosodik, sötétedik a kép. Igazából ez egy jó dolog, és lehet egyébként terminálból is ezeket vezérelni, de én azt mondom, hogy a monitor hardverét állítsd be, tehát a monitornak vannak mindenféle gombjai, leírás elővesz, megnéz, mit állígat, és akkor hardveresen állítsd be, mert az a szabályozás a tényleges, ha pedig ez nem sikeredik. Ha ez pedig nem sikeredik, akkor itt lehet különböző beállításokat tenni, például a vörös szint mozgathatod, ilyen szép vörössé tudod tenni, vagy éppen hidegebbé, kékebbé tudod tenni, azaz beállíthatod, hogyha rossz a monitorodnak a szintere, szint megjelenítése így pontosabb, de azért nem ez az ideális, hogy itt állogatjuk. Egyetlen egy esetben van itt,
lehetőség, indokolt lehetőség, hogy valamin változtassál, és ne a hardveresen, hogyha olyan régi a hardvered, a monitorod, hogy a színeket már ott nem tudod összehangolni, hogy neked jó legyen, tehát normál színeket adjon, akkor itt egy picit még javítasz, tehát a monitorod élettartamát, használhatóságát egy kicsit ki tudod tolni, nem olcsóak a monitorok, oké. Oké, erre nagyon figyelj, illetve ott is van lehetőség, bár ott hardveresen állítják, ahol műszerre állítják be a te monitorodat. Éjszakai mód melegebb színeket állít be a kijelzőn, hogy kimélje a szemét az ön által megadott időtartamban. Ops! Na hát az a redshift. Ennyi, jó? Tehát a redshift a beállítás, a vörös eltolást állítja be, egy kicsit sárgásabb, vörösebbé állítja be a színhőmérsékletet. Nem, nem fogok a színhőmérsékletről beszélni, bár az alapszakmán fényképész, tehát azért tudnék a színhőmérséklet annak a méréséről, meg egyebekről beszélni, de nem fogok. Azt megállapították az okos emberek, hogy a monitornak eléggé kékes a színe, hideg a színe, és az zavarhatja az éjszakai alvást, illetve a szemünket. Éjszaka jobb lenne, hogyha nem egy normál színhőmérséklet lenne, hanem egy picit alacsonyabb. Tehát egy kicsit sárgásabb, melegebb szín, a nyugvó naphoz hasonló színt kapnánk, és az egy kicsit nyugtatja a szemünket, és az elalvást is jobban segíti, tehát nem zavarja meg annyira a ciklusunkat. Hát bizony, itt jelen pillanatban az 525-ösnél mit tudunk beállítani az éjszakai módot, a 26-osnál a nappali színhőmérsékletet is be tudjuk állítani, és be tudjuk állítani éjszakai mód színhőmérséklete melegebb, hidegebb. Én szeretnék egy kicsit melegebbre menni, tehát lehetett látni, remélem a felvételen is lehet majd látni, egy kicsit olyan picit sárgul a szín. 3600 a régi hagyományos fotóizóknak a színhőmérséklete, ez nekem teljesen megfelel. Figyelj rá! Sem szerkesztésnél, videó egyéb szerkesztésnél, ha színekhez kell nyúlni, sem pedig képszerkesztésnél nem kéne ezt beállítani, mert sárgásabb, vörösebbnek fog tűnni, melegebbnek tűnik majd a kész munkád, mint a valóságban van, és utána kiderül, hogyha megnézel egy másik gépen, esetleg nappal, akkor mások lesznek a színek, tehát normál használatnál, filmnézésnél, írásnál, csetelésnél melegebbre állíthatjuk, de hogyha éjszaka mondjuk videót szerkesztesz, vagy képet szerkesztesz, ahol a színeket is piszkálni akarod, akkor jobb lenne, hogyha visszaállítanád normál beállításra. Mikor szeretnéd aktivizálni? Napnyugtától napkeltéig, helyi idő szerint. Ez a legegyszerűbb, mert a gépet tárolja, hogy hol vagy, és azt szerint be fogja ezt állítani, tehát abban a pillanatban, amikor lemegy a nap, be fog egy kicsit sárgulni a kép, hogy így mondjam, amikor feljön a nap, tehát nap kelte történik, akkor pedig visszáll szépen lassan a normálra, de egyébként megteheted azt, hogy egyéni időponttól és mindig bekapcsolva, logikusan elgondolva az, hogy mikor megy le a nap, vagy mikor kell fel a nap, kevésbé izgalmatos számunkra, az egyéni időpontot meg tudjuk adni, bekapcsolás este 6-kor legyen, kikapcsolása, tehát visszatérése a normál színhőmérsékletre, bizony legyen 6-kor, és nehogy az legyen, hogy ugrik a szín egy nagyot, azért bizony van egy ilyen átmeneti beállítás, a redshiftbe is be tudod állítani, hogyha éppen ilyen ingered van, de itt meg tudod adni. Oké, egyéni időpont megvan, átmenet megvan, és akkor alkalmazásra bökök, és szuper. Azaz, gyakorlatilag ez egy kényelmes dolog, ezt ne hagyd ki. Ne hagyd ki, mert a saját szemedet, hát hogy is mondjam, teszed, hát egy kicsi picikét tönkre egész nap, aki nézi a monitort, vagy éppen éjszaka nézi, és esetleg jól fel van húzva, hogy jó, szép fehérek legyenek magasabb színhőmérsékletre, akkor azért az zavaró lehet, és az alvási ciklusunkat zavarhatja. Na hát azt mondtam, hogy az 525-ösön vagyok, de a 26-osban már egy kicsit más, ott a nappalit is ugyanígy be tudod állítani, tehát nem az lesz, hogy van egy alapbeállítás, ami azt kapsz, ami van, és majd az éjszakait változtatja, hanem ott a nappalit is be tudod állítani, hogy ennyi legyen,
és az éjszakai pedig ezen rendszer szerint fog működni. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Érdemes ezeket átnézni, persze vannak olyanok, amivel hálózati beállítás nem nagyon szoktunk foglalkozni. A jelszókezelő az működik úgy, ahogy be van kapcsolva, ha be van kapcsolva is, akkor teszi a dolgát. A felhasználói visszajelzés szintén egy perc alatt eldöntött, hogy mennyire bízol meg bennük. A többi, a hardware beállítás első kettőt, a beviteli eszközök, abból kettőt tudtam megmutatni, na hát azt azért érdemes átnézni, persze azt se naponta állogatjuk, illetve a kijelző monitort, hát azt érdemes végignézni, hogy kényelmes, jó legyen, olyan felbontás legyen, ami neked kell, ne a szemedet tett tönkre, ne állandóan egy pici betűk, tehát nagy felbontás, kisebb betűk, és ott kell ilyen kuksizni, hogy majdnem kifolyik a szemed. Persze, amíg jó az ember szeme, ilyennel nem törődik. De amikor már kezd rosszabbá lenni, 40-es éveimben elindul az öregszemiség is, és akkor már egy kicsit oda kell figyelni a színhőmérséklet beállítás, éjszakai fény, redshift beállítás, azért jó lenne, hogyha átgondolnátok minden területét, és használjátok egészséggel. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, és jó beállítást kívánok mindenkinek, sziasztok!